Sziasztok rákok, köszöntelek a csatornámon Attila Taró. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik már láttátok az előző videóimat, hogy néztétek, lájkoltátok, és különösképpen, ha feliratkoztatok, nagyon hálás vagyok érte, és örülök, hogy újra itt vagy. Ha pedig új vagy a csatornámon, akkor üdvözöllek, örülök, hogy megtaláltál, és remélem, hogy ez a kirakás mindenkinek a segítségére lesz. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy szeptemberben milyen energiákat várhatsz a pénz, karrier és az anyagiak területén, de mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj azokra az üzenetekre, amik rezonálnak, és engedd el a többit. De kezdjünk is hozzá. A kirakásod közepén a kardok lovagja található. A kardok lovagja jelölhet téged, jelölhet egy szemét, akivel kapcsolatban vagy, de jelölheti csak a kártya energiáját. Ez a, mint minden lovag, valamilyen akciót jelent, és általában ez a lovag ez nagyon tetrekész, és arra fókuszál, hogy végrehajtsa az előtte lévő feladatokat. Általában ez a kártya egy nagy változásnak az előjele, amikor a karriered, az üzleti, a pénzügyi helyzeted megváltozik, de olyan irányba változik, tehát ez egy olyan változás, amiről már régóta vágysz, amiről már nagyon szeretnéd, és ez elég hirtelen jön be az életedbe, mert a kardok lovagja egy nagyon gyorsan mozgó kártya, és mint mondtam, ez nagyon arra törekszik, hogy nagyon határozott, és szeretné végrehajtani az előtte lévő feladatokat, akadályokat, tehát kész arra, hogy csatározzon azért, hogy sikeres legyen. Ami fontos ennél a kártyánál, hogy ez a lovag, ez lehet, hogy egy kicsit makacs, és nem szeret másokra hallgatni, és igazán előbb cselekszik, mint gondolkodik. Tehát néhányatoknak lehet, hogy egy kicsit jobban el kell gondolkoznod, mielőtt cselekedsz. De mindenképpen egy pozitív változást hoz ez az életetekben. Ez lehet egy új állás, ez lehet egy előreléptetés, egy új projekt, de az is lehet, hogy néhányan a saját üzletetekbe, a saját vállalkozásotokba kezdtek. De nézzük meg, hogy milyen lappal kezdődik a kirakásod. A kirakásod a bolond kártyájával kezdődik, ami jelzi azt, hogy egy új fejezet kezdődött el az életedbe, vagy egy új fejezetben vagy, ami sok izgalmat hoz, sok újdonságot hoz az életedbe, ez egy teljesen átalakítja az életedet. Ez mindenképpen jelölhet egy új állást, egy új projektet, új üzletet, vállalkozást, ami nagyon izgatottá tesz, és megteszed azt a lépést az új irányba, amire szükséged van. A következő lap a kelyhek lovagja. Tehát, mint mondottam, a lovagok ezek valamilyen akciót hoznak, valamilyen változást. Ez a lap is jelölhet egy új állást. Nagyon jó lap a kreatív területen dolgozóknak, valamint ez a lap egy kicsit álmodozó. Ami itt érdekes nekem ebbe a két lovagba, hogy ezek egymással szembe mennek. Ami jelentheti egyrészt azt, hogy két ajánlatot kapsz, vagy két lehetőség közül kell, vagy kellett választanod, mert úgymond csatároztak érted, de jelentheti azt is, hogy úgymond az álmodozó éned, valamint a tetrekészséged az, amik egymással csatároznak, amik egymással úgymond ilyen belső harcot vívsz. De nézzük, hogy mi a harmadik lap. A harmadik lap a
Botok 8-as, a botok 8-as egy ugyancsak gyorsan mozgó kártya, mint a kardok lovagja, ami jelentheti azt, hogy valami nagy-nagy változáson, valami hirtelen változáson mész át, ugyancsak jelölhet üzenetet, jelölhet szerződést, de jelenthet utazást is, általában repülővel való utazást. Tehát itt egyrészt ezek a kártyák jelenthetik azt, hogy bejött egy életedbe egy új kezdet, ami egy új szerződésen, egy új ajánlaton keresztül jött be. De nézzük meg, hogy milyen más lapok vannak itt. A következő lap az uralkodónőnek az energiája, ami nagyon jó, mert a bőséget, a növekedést hozza el az életünkbe, ami jelzi azt, hogy bármilyen új kezdetbe fogsz, aminek úgymond megszületik az életedbe, az hosszú távú bőséget, sikert hoz el az életedbe. Tehát ez általában a földanya energiáját hozza magával, ami növekedést hoz az életünkbe. Tehát itt az előző lapokhoz kapcsolva, én igazán azt látom, hogy az új kezdet, ami eljött, vagy eljön az életedbe, ez nagyon hosszú távú bőséget hoz. Ugyancsak az uralkodónő is jelölhet valamilyen kreatív területet, tehát lehet, hogy néhányan kreatív területen dolgoztok, és valami újba kezdtetek, tehát a bolond jelentheti azt is, amikor egy olyan új fejezet jön az életedbe, ami egy üres vászon, és teljesen új lehetőségek vannak előtted, te vagy az, aki megfested a jövőt. Aztán az utolsó lap, a botok 10-es, ami egyrészt jelzi azt, hogy nagyon sokat dolgozol, nagyon ki vagy merülve, nagyon el vagy fáradva, de azt is jelzi, hogy közel vagy a célod eléréséhez, mint minden 10-es, ez egy valamilyen korszaknak a végét jelöli az életünkbe. Általában a botok 10-es az azt olyan helyzetet jelöl, amikor belekezdtél, nagyon-nagyon izgatott voltál, nagyon nagy elánnal, lendülettel mentél bele, de már egy kicsit nehézkessé vált. Tehát ez a kezdeti szikra, ez a kezdeti láng úgymond teherré vált. Tehát, mint látod, egy nagy terhet hordoz a vállán. Tehát itt ebben az esetben el kell gondolkoznod azon, hogy hogyan könnyíthetsz a terheden. Tudsz-e valamilyen segítséget kérni? Tudsz-e a munkádból, a feladataidból delegálni másoknak, hogy ne dolgozz túl magad. Ami fontos üzenete a botok 10-esnek, hogy közel vagy a célod eléréséhez. Tehát bármilyen hosszú, bármilyen kimerítő volt az út, a cél már láthatáron van. Ha megnézed, ő igazán a betakarítását, a munkának az eredményét cipeli a hátán, és már nagyon közel van az otthonához. Tehát mindenképpen jelzi azt, hogy közel vagy ahhoz, hogy elérd azt a célt, amit szeretnél. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Az nekem mindenképpen jelzi azt, hogy ez a kirakás rezonált, valamint segített neked, és te is segíthetsz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, és minél több emberhez eljusson az üzenet, amire szükségük van. És neked ez csak egy gombnyomásba telik, tehát remélem, hogy már meg is nyomtad a like és feliratkozás gombokat. Milyen jó kártya a világ kártyája a végkimenetben, mert ez ugyancsak jelzi, hogy egy szakasz befejeződik az életedben. De ami jó a világ kártyájában, hogy ez egy ünneplést jelent, amikor eléred a célodat, amit szeretnél. Ha új állást szeretnél, új vállalkozást, új projektet, a világ mindenképpen jelzi azt, hogy eléred a célodat. És büszkén nézel vissza erre az időszakra, mert sok mindent tanultál, sok mindent elértél. És ha megnézed a nagy arkánum lapjait, a világ az az utolsó kártya,
és jelzi az utazásodnak a befejezését, és utána mindig a bolond következik, ami egy új kalandot, egy új fejezetet jelöl, és ebben a kirakásban mind a kettő megtalálható. Tehát mindenképpen valamilyen egy szakaszt lezártok az életetekbe, és egy újat kezdtek. A világ jelenteti azt is, hogy nagyon sok lehetőség van előtted, a világ az a lábaid előtt hever. Azt is jelentheti, hogy utaznod kell üzleti ügyben. Ha megnézed, itt három kártya is van, diagonálisan, átlósan egymással, amik mind jelenthetnek utazást. A botok nyolcas, a kardok lovagja és a világ kártyája mind jelölhet utazást. Tehát itt lehet, hogy a világ másik oldalára kell átrepülnöd, mert lehet, hogy ott van egy kliens, ott van egy valamilyen lehetőség. De mindenképpen a világ kártyája az egy pozitív befejezést jelent. Aztán a következő lap a kelyhek négyes. A kelyhek négyes az általában, hogyha megnézed, ez jelenthet unalmat, jelenthet apátiát, amikor úgymond nem látod az előtted lévő lehetőségnek a pozitív oldalát. Tehát ez általában jelentheti azt is, hogy túlságosan ábrándozol, túlságosan csak azon gondolkozz, hogy mi az, amit szeretnél, mi az, ami jó lenne, mi az, ami a vágyad, de nem feltétlenül teszel érte. Általában azt is jelenti, hogy arra fókuszálsz, ami negatív történt az életedbe, arra fókuszálsz, ami elromolhat, és emiatt nem látod azt a lehetőségeket, amit az univerzum, vagy akárki prezentál előtted. Tehát főleg, ha megnézed a kelyhek lovagja, a kelyhek négyes, itt minden, valamint a kardok lovagja, tehát itt nagyon benne van ebben a középső sorban ez a csata a tetrekészség és az álmodozás között. Tehát próbálj igazán meglátni a pozitívumot azokban a lehetőségekben, amik bejönnek az életedbe. De nézzük meg, hogy mi az utolsó lap. Az utolsó lapod a kelyhek tízes, aminél igazán jobb lapot nehezen találsz, mert jelzi azt, hogy megtalálod a boldogságodat. Ez még egy tízes, ami ugyancsak jelzi egy szakasznak a végét, de mindenképpen jelzi azt, hogy a vihar után végre kisüt a nap, és eljönnek a szivárványok, a boldogság az életedbe. Tehát ez mindenképpen a harmónia, az egyensúly kártyája, és főként, hogy a botok tízes mellett van, jelzi azt, hogy ez a nehéz időszak szakott végre, felváltja egy harmonikus, boldog időszak az életedben. Tehát a kelyhek tízes nem feltétlenül jelenti azt, hogy könnyű volt az út, tehát mindenképpen jelzi azt, hogy ez a nehéz út, amin rajta vagy, végre elhozza a boldogságot, amire vágysz. Aztán, ha megnézzük a paklinak az alját, a botok 9-es az jelzi azt, hogy nagyon bele vagy fáradva ebbe az útba, néha nagyon közel vagy ahhoz, hogy feladd, nem tudod, hogy folytasd, de mindig ez a lap arra szólít fel, hogy folytasd, mert tudod, hogy hogyan kell végigvinni ezeket a feladatokat, amik előtted vannak, hogy sikeres legyél. És ha megnézed ezt a kirakást, nagyon pozitív lapjaid vannak, mind az uralkodónő, a világ, a kelyhek tízes, a botok nyolcas, valamint a lovagok pozitív változást hoznak az életedbe, amire igazán figyelned kell, hogy ne dolgozz túl magad, hogyan tudsz egy kicsit enyhíteni a terheden, valamint arra kell figyelned, hogy
hogy pozitívabban lásd a dolgokat. De azon kívül, kedves rákok, én nagyon pozitív szeptembert látok előttetek, és remélem, hogy ez a kirakás a segítségedre volt, és újra üdvözölhetlek.